Noár viszont nem én vagyok. Tehát az nem, nem csak én vagyok, hanem az minden olyan ember, aki követi ezt a szellemiséget, vagy hisz abban az ügyben, amit elkezdtünk képviselni. Ennek ennek mindenki tagja, aki elhiszi azt, hogy empátiával és gyakorlati cselekvésekkel valóban tudunk változtatni bármilyen olyan ügyön, ami minket zavar. Azon, hogyha csak posztolgatunk, azon, hogyha csak beszélünk róla, hogy puffogunk színházak büfében, vagy egy, egy asztalnál, vagy bor mellett, <laughs> akkor, akkor az egyelőre az semmit, azzal nem fogunk tudni semmit elérni. Igenis, muszáj gyakorlati dolgokba átvinni a dolgokat, és a a azeket a minket zavaró problémákat, és a noárnak ez a szándéka, egy magatartást szeretnénk, hogy a képviseljen. A noár egy szellemiség, egy olyan projekt, ami nagyon hosszú távú folyamatot feltételez, legalábbis ezek az én terveim a kapcsolatban. De mivel mindenki szívességből van benne, az operatőrök, a vágó, a, a, a rendező, a koreográfus, a, aki a feliratokat csinálja, mindenki egyenlően nagyjából szívességből vett ebben részt. Azért, mert érzik azt, hogy egy jó ügyet szolgálunk, de együtt. Ezért van az, hogy tehát ez egyáltalán nem engem fémjelez ezért volt érdekes, amikor az évemberére jelöltek minket, azért volt zavarba ejtő, hogy ez, ez nem, ez a ez egyáltalán nem csak nekem szól. Én ezt a, ezeket a repeket, ezeket a témákat írhatnám a fióknak ugyanúgy. Hogyha nekem nem, nincs segítő brigádom, nincs egy, egy csapat, akivel együtt csináljuk, akkor ezek a dolgok nincsenek.